Jaj, még semmit nem állítottam be. Hello, szép estét mindenkinek. Na, nem ilyen éneklős lesz, ne aggódj. Szép estét mindenkinek, boldog keddet. Hello. Nagyon fontos közleménnyel kell elindítanunk a streamet. Nem, ma nem a Cult of the Lamb lesz, úgyhogy visszaadtam Dávidnak a beváltott 500 pontot, és kikapcsoltam a pontbeváltási lehetőséget. Ezt elfelejtettem. Elfelejtettem itt így beállítani, hogy ma nem Cult of the Lamb lesz, illetve az overlay is ott van, de most szerintem az nem fog zavarni. Ha zavar, szóljatok, és akkor kikapcsoljuk. Ez volt itt az közérdekű része. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, remélem jól vagytok. Üdv, Kálmán, Veldurf, TVD fan, Timi. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a 20. hónapot, köszönöm szépen a támogatást. Pörögtek itt a hype-ok, de pöröghetnek még. Üdv, köszönöm, kézcsók és hasonlók. Meséljetek, hogy telt itt a hét első két napja. Remélem mindenkivel minden a legnagyobb rendben van. Üdv, Hirks. Hát mesélhetnék, de nincs olyan nagyon extra. Sok a teendő itt a szeptember 1-jével induló váltás kapcsán. Itt ezerrel mennek a történetek. Ma voltam könyvelőnél, meg na mindegy, nem egyszerű a helyzet. De megyünk töretlenül előre. Vasárnap jelzett a pókérzékem, hogy valami fontos voltam. Mi? Hogy? Mi? Valamiért fontos voltál? Ja, igen, mert meghaltál a Cult of the Lamb-ben. De ne aggódj, most már jól vagy, feltámasztottak téged. És azt hiszed, hogy viccelek, de nem, tényleg ez történt. Úgyhogy ja, most már élsz, most már jól vagy. Úgyhogy nincs gond. Készítettem kis rántott csirke combot, a munka részről ne beszéljünk, írja gyávanyul. Ó, oh, wow, micsoda finom falatok vannak ott. Ha már finom falatok, én ma már bemehetek. Egy Bible Thump, egy együttérzés. Nem lehetek, mert kora reggelre mennem kell vérvételre. Úgyhogy, sőt, még igazából, ha nagyon szigorúak szeretnénk lenni, akkor azt az itt teát, amit kikészítettem, azt este 8-ig meg kéne innom. Ami itt van, és utána only Wasser für mich. Úgyhogy, ja, hát ilyesmik történnek az én életemben, attól még ehetsz. Nem, én este 8 órától már nem ehetek, nem ihatok. Csak vizet. Vérvétel nem elég, ha mi szívjuk a véred? Hát ez az, úgy látszik, hogy nem. Én mondtam amúgy ott a doktornál, hogy nekem van ez a Twitch chat, ők szokták nekem szívni a vérem, abból nem lehetne ezt itt így megoldani? Úgyhogy azt mondta, hogy nem. Szóval, na mindegy. Teljes mizéria volt ezzel kapcsolatban, és amúgy a mai nap ide-oda telefonálás, hogy most akkor tudok menni holnap, nem tudok menni holnap, utána a konzultáció mikor tud lenni, szóval na mindegy. A lényeg, hogy minden sikerült elintézni, úgyhogy kora reggelre megyek, úgyhogy megint kelhetek nagyon korán. Én csütörtökön megyek vérvételre, írja Timi, hát akkor neked szerdán estétől nem lehet, majd gondolom te is égnyomorra kell menni, meg ilyesmi, úgyhogy hát kitartás neked is. Micsoda, na mentem locsolni, legyetek jók majd re. Jó locsolást, Hirks, reméljük, hogy óvatosan locsolsz odakint a kertbe. Hát akinek kert van, ugye? Na mindegy. Igen, ez a vizsgálat, ez ilyen, de hát ezen túl kell esni. Amúgy valószínűleg minden oké, egy rutin dologról van szó, szóval semmi komolyra nem kell itt gondolni. Srácok, ugye azt említettem vasárnap, amikor utoljára találkoztunk, hogy kitöltöm a menetrendet. Ezt én nem voltam rest megtenni, azt valamikor kitöltöttem hétfő délelőtt, de kitöltöttem, tehát hogy ne bántsatok, ki van töltve, és nagyon fontos, hogy a csütörtöki nap elvileg már tudnánk játszani a Last of Us Remake-es dologgal, csak nem tudom, hogy mikor érkezek haza. Tehát nagyon fontos, hogy holnap Cult of the Lamb-ezni fogunk, azzal haladunk szépen tovább, és csütörtökön, ha hazaérek úgy értelmes időben, ami azt jelenti, hogy mondjuk 8-kor el tudna kezdődni egy stream, akkor 8-kor már, akkor kicsi késéssel, de akkor nyomni fogjuk, mert iszonyatosan várom.
annak ellenére, hogy tökéletesen tisztában vagyok a sztorival, meg nyilván már végigjátszottuk az első részt, de olyan nettó mértékben, csak a nettó szót megláttam a cseten, tehát olyan elképesztő módon izgatott vagyok, hogy mennyire lett jó a remake, hogy ihalja, csuhalja, úgyhogy nagyon várom. Hőemelkedéssel küzdesz azóta is, amióta lázas voltál, gondoltad ideje elmenni vérvételre. Értem, hát reméljük, hogy nincs gáz. Szia Dorka, hello. Úgyhogy így tessenek majd készülni a csütörtöket illetően, de jelzek, hogyha nem érnék vissza időben, úgyhogy üdv mindenkinek, szia Dávid, Gabi, DVD fan mindenkinek, hello bello. Nos, a mai este pedig a T-Mazia vagy Timazia nevezetű videójátékkal fogunk játszani, ugye egy pestises Souls-like játék, ugye a múltkor, ami péntek, azt hiszem, akkor péntek? Na mindegy, akkor játszottunk vele. Picit vegyes érzelmekkel, némi elfáradással, de amúgy alapvetően én élveztem a játékot, meg szerintem jópofa ötletes, egyéni ötletek vannak a mechanikákat illetően, úgyhogy ezzel fogunk megpróbálni tovább haladni. Hashtag RageGame, hashtag Hype. Úgyhogy ez lesz itt a mai este menüje, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok. Tartsátok meg ebben jó szokásotokat, és pergessük is a videójátékot. Nem tudom követni, mert közben pakolászunk már, mint hogy most nem tudod követni, vagy majd csütörtökön nem tudod követni. Mikor nem tudsz követni? Kövessél már! Na, amúgy meg esetlegesen, aki digitális változatban szerezte be a Last of Us, ja, hogy a köszönéseket, ja, jó van. Timi nyugi? Nem. Szóval, hogy a digitális előrendelt Last of Us-t illeti. Na, játszunk a Timazia-val. Amúgy már előtölthető a játék. Igen. Tetszén. Az ott az. Yes. Nyomd meg az X-et. Na, hol is tartottunk ebben a csodálatos videójátékban? Kérem, tegye fel a kezét, aki emlékszik. Itt megszivatott egy teremnyi hülye, ennyit tudok. Úgyhogy ne hergeld a népet, vagy tudod mit, de én hergelem. Én ne hergelném, rohadt jó lesz. Olyan jó lesz, hogy tehát mindenki amúgy tényleg papírzsebkendővel tessék készülni. Nem az, amiatt, amire gondolsz, te pervers disznó. Te. Igen, te. Most ne nézz, te rólad van szó, igen. Igen. Szóval nem amiatt, hanem amiatt, hogy elképesztően érzelmes lesz majd. Rögtön a legeleje, ugye? Na mindegy. Szóval ott tartottunk, hogy itt van ez a csodálatos székszerű izé, és ha innen egy erős balost veszünk, itt voltak ezek a fiatal emberek, akiket egy picit inasba raktak engem a múltkor, főleg ott volt egy ilyen gonosz sikítós, mit tudom én, micsoda, nem sikítós. Ja, ez nem az a gomb, hoppá. Melyik a dodge? Oké. Okay. Jó, egy kicsi bemelegítésképpen ezeket lemészárolom, csak hogy emlékezzek itt a dolgokra. Szóval ott van az a kis pajzsos csávó, az is egy kicsit huncutabb a többihez képest. És ugye itt volt az a legény, aki megszivatta a streamer kollégát, tehát igen, áó! Hogy az anyád úr is nem... Mármint hogy a manóba, akarom mondani a manóba. Megérkezek vissza a videójátékba, nyugi. De hogy te nem bántod a jó népet? Na. Most kéne rápozni. Jó. Kis pofon, egy csettintés, és már jobban is vagyok. Oké, okay, ez úgyis még csak ilyen remembering történet, majd mint hogy run, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Szia Zsoltika, hello. Zsoltika, írja, hogy nála a Red Dead Redemption 2 pörög, vagy hogy azon volt szomorú, mikor az a jelenet volt. Hát ott sok megható jelenet volt abban a játékban is, az egy rohadt jó játék. Ez az ajtó viszont csukva van. Aki nem emlékszik, ez a második pálya, vagy második emlék,
megfogalmazás és hozzáállás kérdése, amin, hát ez nem tudom, hogy most melyik vagy hogy mondjam, tehát hogy ez már most így a fele, nem fele, tehát hogy ezen haladunk szépen. Leülök keresztelni, mert hogy a plágikus weaponnél van valami. Tudunk update-elni a shielden, vagy mi ez? Hát az a naizé. Lökőbökön. És a level up az összejön-e. Requires shard 4000-be kerül egy szintlépés. Hát nem adják olcsón amúgy alapvetően. Viszont nekünk az utunk innen inkább jobbra. Azaz jobbra. Tehát ismétlem jobbra vezet. És ott van egy ilyen csávó. Ő az ott. Nem lehet berúgni? Hát ez nem olyan, mint az élet, hogyha ne, meg mint a motorbicikli, hogyha nem megy, akkor be kell rúgni. Nem lehet berúgni. Hát valószínűleg majd a túloldalról, vagy majd egy következő emlék foszlánynál lehet arba az irányba fölfelé menni. Majd meglátjuk, Vak is megmondta. Őtet meg kéne agyusztálni néhány kellemes pofonnal. Igen. Ez az, most mindenki akcióban van. Ouch! Ja, hogy nekem HP, lő HP. No HP, lő HP. Anyukád a turi. Ouch! Heal. Azt kellett volna ugye ellen izélni. Nem kéne ennek már elhunnia, mondjuk így. Jó, ez ilyen mini boss volt, mert kaptam ilyen akármitet. Jó, híleljünk be, kapta halt, nagyon szép, jár a taps, hát gyerekek, úgy így gyomorra ezt most itt így bevállaltuk és megcsináltuk, examináció, szóval az alkimista kutató naplója, kettes feljegyzés. The illegible handwriting is difficult to decipher. Injecting a tiny amount of vile blood into the organism will not have any effect on its vital functions. But if a certain amount of exceeded, the effects will be nearly impossible to control. Aha. Kis vért, ha bele injekciózol, nem lesz semmi. Nagyobb esetén pedig kontrollálatlan lesz a szituáció. Elromlott. Jó, menjünk tovább. Ha-ha! Titkos loot? Nincs. Micsoda megmondások? Megmondások? Már megint mit mondtam meg? Vagy nem én mondtam meg? Vagy ki mondta meg? Melyik mondta meg? Timi volt. Tudom, ide hallom. Na jó. Ez a könyvtáros rész. Haló? Itt van a zárolt szekció? Vagy mit kell keresni a Harry Potterbe? Ott vannak az igazi csemege. Várjál, mert megfulladok a semmibe. Nem ez a gomb? Ez a gomb. Nem ez a gomb? Jaj, ez a vér. De várjál, elfelejtettem, hogy nem az van beállítva, amire emlékeztem. Meghód. Nagyon jó. Na most az a baj, hogy nagyon sok HP töltőt elhasználtam. Csobog a vér a kardon, és az az én vérem. Tehát nem másé, az enyém. Mert a véremet adtam a sebzésért, vagy az ő vérzésükért, ugye? Te fölkelsz? Jó, kívánok. Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Jó. De vissza is feküdt. Greenhouse... Ja, várjál, jön valaki. Jó napot. Hölze! Sikerem! Hüpp! Hüpp! Szóval, in response to new experiment, central authority calls for a swift procurement of the following items: stone tartuille, griffin eagle,
Passenger Pija, wanted haga. However, please be aware that the epidemic is still rampant, so all relevant tests must be conducted in full. Okay. Epidemic van, epidemic is. Eddig nem szomorú. Ki nem szomorú, mert én? Hála Imhotepnek. De legyek szomorú. Jó. Micsoda kalitka van itt, oda néz. Nem te a játék. Hát ez nem annyira szomorú, mint sem inkább veszélyes. Alchemist Researcher Notebook. Aha. Ugye tiszta vér, vagy itt ilyen vér, olyan vér, meg a denevér, ugye? Csak hogy ilyen veldurfos poénnyal fűzzek rá itt a dolgokra. Jaj, jaj. Hát egy gyerekem. Hát itt egy tócsányi vér van. Júj, júj. Hát nyaki. Nani? Nyaki gér a kulimász. Én már itt csak hátradőlök. Helyes. Jó pihenést. Hát de hogy meg szummonálódott? Láttad te is? Kapta? Kapta? Jó. Vérből lettél, s vérré leszel, mondá a játék. Aha. Hát ez nekem nagyon úgy néz ki, mint ami lassan egy arénává fogja kinőni magát. Szerbusz, üdvözöllek az élők sorában. Viszlát, nem találkozunk többé. És mi van, ha ezeket a vér izéket elvágjuk? Jó, semmi. Jó, most erre jegyezzük meg, hogy a másik irányba is lehet menni. Aha, itt fölfelé is lehet menni. Ott van... Te Gizi, te ki vagy? Hello? Corvus, do you remember me? Ő Emerald. Na most Emeraldra nem emlékszem. Probably not. I'm Emerald. I also have a little credit for you, for your presence in the world. You have unlimited potential. Maybe we should see this conversation as an opportunity. Do you have something you want to ask? Odur's Vire Core. Azt meg tudjuk neki mutatni. I cannot believe Odur's research has made such progress. He should not have been wasting his time on that sideshow act. If he come to study under me, he could probably become an even greater researcher than Isemi. Jó, ő volt a király, vagy valami, nem tudom micsoda. Aha. Jó, hát ennyit tudtunk megkérdezni tőle. Ő ilyen információkat lehet tőle megtudni. Okay. Én láttam már Emeraldot, egy szép ékszerbe volt. Vagy a Diablóban, nem? Ott van Béla. Szervusz Béla! Na most már én itt még nem ugranék lő, azaz le. Hanem nézzük meg a másik irányt, amerre lehet menni. Hát az anyád úristen, itt, hát ide jössz, azt itt vagy, hát menj már innet. Jó, tehát erre, ismétlem erre, tehát erre. Valami nagyobb is megszumonálódott, van egy olyan sanda gyanúm. A remegő képernyő lehet, hogy elárulja. Ne ütösgessél már! Ennyi? Ottan. De hát ez ugyanaz, akit megölt. Ne ütösgessél már! Esmeralda, Esmeralda. Na jó, most már aztán... Ez mi volt? Ez... Haló? Elnézést, kihányok? Jellegét tekintve hatalmas a vérzés. Ja, hogy te onnan... Aha, te ilyen ostorozos. Hogy az kell, úristen? Oké. Heal. Nincs heal. It's a problem.
Igen, ez várható volt. Ez várható volt. Heal nélkül mit érek én? Ez egy régi Máté Péter szám, csak kevesen ismerik. Nessája Less Alive. Hát ez a jövő zenéje. A jövőt meg még meg kell élni, úgyhogy ha úgy van, hogy lesz, akkor tudni fogtok róla. Na most akkor megyünk erre visszafelé. Halló! Hogy te milyen kis agresszívi vagy? Júj, nem cseréltem ki a izét. Várjatok, meg ki kéne cserélni a fegyverovicsot, mert ez a vérzősös, ez nem annyira jött be. Tehát a plague fegyverünket kéne kicserélni. Dark plague. Bocsánat. Plague weapon-e? Azt add ide. Még többen lehet annak kolni, az nagyon jó. Nagyon jó, J-vel kell mondani. A poti, a potiba ide. Ja, ide nem tudok. Akkor még gyűjtögetni kell. Semmi gond? Mindenki kell? Menjünk! Zsut. Veldurf, te is így áll valamit, mert van gond, úgy veszem észre. Vagy, hát nyilván a szokásos, hogy a bele interaktolós nagymamát azt. Jó. Erre jövünk tovább. Felbúcs. Ja nem, most évkezdés van. Jaj, itt van már. Jaj, várjál, hát nem némítottam le az órámat, hát konkrétan csipog. Hashtag felkészült streamer. Hoppá! Amíg ő meghal, én ezt megnézem. Így. Oké. Okay. Ne némítottam. Scusi. Ott van egy József. Az nem zavar minket. Ez a József inkább akar valamit. Azt hittem nem jön ki az ütem. Jó. Na és akkor ezt a vércsapkodós senkiházit kéne elindítani. Felpakolunk a padlásra, aztán hozom a kis kakaómat. Jó van akkor. Kedves egészségedre a cacaóhoz. Jó. A véridézős atya úristen kell olyan csapni. Gondolom az az ostorozós csávó az. És ott van a hullámom. Azaz. Despónolt. Jó, az annyi pofon belefér. Úgy vagy. Oké, már nem kell neki sok. Vagyok a hasfelmetsző. Ha. Megdöglött, nagyon szép. Taktikailag megoldottuk. Szia, Vakkender! Ciao. Ez jó volt. Strange phenomena occur when wild bud and pure bud are injected into the organism at the same time. Ha persze, mindenféle izé trutymót nyomjatok bele az organizációba. Az nagyon jó. Orvostudomány és egyéb tudományok. Mi van, ha ezt a kettőt összemixeljük? Mi van, ha ezt a cuccot belenyomjuk az emberbe? Vajon meghal tőle? Hűha, várja, itt valami van. Ti is halljátok? Szerintem lefőtt a kávé. Igen, ez az lesz, ez a régi... Hallgat csak? Szarvasi kávéfőző, igen. Ez az, amikor már érzed az egész lakásban, hogy égett kávészag van.
amikor már ilyen rotyogós fink hangot ad ki. Láttam-e a Forspoken új trailerét, és mit gondolok, fogom-e majd streamelni 100%, hogy fogjuk játszani a játékot. Nem láttam az utolsó trailer, de én már nem nagyon nézek arról. Amikor az van, hogy engem megfogott egy játék, akkor úgy igazából nem nagyon szoktam már ugye a legfrissebb trailereket, meg ilyesmit így mindig megnézni. Speciál most nem néztem ezt meg, mert általában csak így plusz dolgokat mondanak el, amit számomra már fölösleges, mert már megvettek. Ez olyan, mint a Hogwarts Legacy-ből, nekem már nem kell mutatniuk semmit. Tehát tök jó volt amúgy a Gamescom-on, amit láttunk, de hogy az tök fölösleges volt számomra megnézni, mert én már megvettem a játékot, úgymond. Jó, nem rendeltem még elő. By the way, láttátok, hogy milyen a Hogwarts Legacy-nek a gyűjtői kiadása? Ami nem kapható Európába, és amúgy 150 000 forint. Így zárójelbe ezt így csak így megemlítem. Tehát Európában nem kapható, ad egy, ad kettő, amúgy azt hiszem valami, mit tudom én, 500 dollár, vagy valami ilyesmi. Játszottam a régebbi God of War-okkal, mert azok is jók. Nem, a 2018-as az egyetlen, amivel játszottam a God of War-ok közül. Szervusz Béla! Szervusz! Tüskeböki Bélát látjátok. Hatalmas egy paraszt, amúgy a csávó. Lovagnak álcázott paraszt. Igazából. Látjátok? Mondod. De meghal ő is. PS5-re vagy PC-re gondolkozol a Forspoken? PS5. Mivel egy darab PC-m van, így azt a PC-t, amikor lehet, akkor streamer gépként használom. Hát most egy hatalmas dilemma számomra, hogy szülinapra meglepjem-e magamat per a streamet, vagy a csatornát vagy egy új géppel, vagy egy új videókártyával, vagy valamelyik ilyesmi kombinációval. Úgyhogy még nem döntöttem el, mert hát hatalmas összegek ezek. De ja, most ilyesmit gondolkozom. Szóval ja, nem tudom, láttátok, vagy látta valaki azt a gyűjtőit? Ugye ez az, amit láttunk onnan föntről. Vagy ez az a hely. Last Base of Loser, igen. Amid the ear peering dim. I don't dare to imagine what happened underground. Hát azt én sem. Mert a PS Plus Premium-ban benne van az 1-2. Ja, hogy mindegyik benne van. Aha, hát majd lehet, hogy egyszer ránézem. Az Isten pénze is kevés hardware-re. Ez igaz, bár most alapvetően egy kicsit azért kellemesebbek lettek az árak, tehát hogy ahhoz képest, ami volt mondjuk fél éve, vagy valami ilyesmi most így egész tűrhető, illetve hát olyanon gondolkozok, hogy szoktam látni így használtba komplett PC-t, és nyilván olyat keresek, amiben mondjuk olyan videókártya van, ami engem érdekel, és akkor úgy kicsit a meglévő gépemet, meg azt össze csiki-csukizva összehozni egy olyan setupot, hogy legyen minden is. Na nézd meg, nincs nálam pont elég, várjatok, viszont hogyha ilyen memória izét elhasználunk, mondjuk ilyet vagy olyan, ez azt hiszem többet ad, ugye? 5000, jó. Áttérsz két gépes streamingre? Hát, ha lehetne, áttérnék. Inkább az árak, mint olyan, egy kicsit hát nehezítik itt ennek a meglépését. Egy kis HP-t adjunk magunknak, én a mondó vagyok. Úgyhogy, ja. Talentet lehet unlockolni, van annyi pontjunk. Ez mit tud? Restore energy when hitting Saber. Aha. Deflektáció. When successfully deflecting or blocking attack, some energy will be restored. Yes, and this one? Ezzel lehet védekezni. Ami fontosabb, mint lélegezni. Igen. Ez a jumpy. Energy. Ez a feltöltős, és ez micsoda? Ez az inner, ez pedig a feather. Ugye ez a közbeavatkozás. És akkor itt vannak a stratégiák. Gain a second, extend the time taken before enemy wounds start healing. Aha, lassabban healelnek, ez jó. Haverom most vett 350-ért, 39-et használtam.
Hát én ezt elosztanám azért hárommal. Mármint, hogy így azért ez egy kicsit nagyon durván jó ár. Tehát egyrészt a márka nem mindegy, meg másrészt, hogy mire volt használva az a kártya. Közben András, ha jól látom, nagyon szépen köszönöm a követést. Hello, hello. Jaj, még ott lehetett valamit csinálni. Bocsánat, nagyon össze-vissza sztoriba, meg mindenbe is vagyunk. Ez viszont unlockolható, ami az ostorozás. Meg lehet ostorozni a jó népet. Hát csodálatos. Így. Elnézést, közben a mikrofont is agyonütöm. Illetve itt tudunk egyet a shielden update-elni, vagy mi ez. Cool, poti, ez az, tudunk hozzáadni a potionnél szerintem cuccot, hogyha unlockolom ezt, vagy ingredient. Igen. Details? Nem, hogy is volt? Craft potion, yes, az lesz az. És ide a kettes slotra tudunk betenni, azt mondja clove, fennel, garlic, fokhagyma, mit csinál a fokhagyma? Azt mondja, hogy it has a pungent smell and has sweeting, diuretic and bacteriacidal effect. Increases damage by 1 for 1%-kal. Health recover 47%, plusz 47. Az mondjuk nagy. Decrease damage taken 30 másodpercig 3%-kal kevesebb damage. Aha. A bazsalikon pedig increase damage for... Oh, wow, oké. Okay. Mi van, hogyha beletesszük ezt, hogy hatalmasat híleljen? Energia recovery. Mondjuk a mintet, a mentát lehet, hogy ki tudjuk cserélni adott esetben. A bazsalikumra. Meg csak akkor nagyobb a damage-ünk. 4%-kal 30 szekig. Érdekes. Legyen ez, legyen ez. Bazsalikon, mi a fennel? Annak mi a magyar neve? Spagetti szószt főzünk? Hát majdnem. Tisztában vagyok veled, de hát ő tudja, én alapból olyan vagyok, hogy semmit nem vennék használtan. Ez, figyelj, utána kell menni, tehát hogy egy picikét több időt meg energia ráfordítást igényel. Lásd példát, az a videokártya, ami nekem van, a sima 1080, azt annó én is használtam, vettem. Nyilván oops, it's a boss time? Ez a Batman! Uram Jézus Mária! Hello! Back! Na, maradjál csendben! Ouch! Van. Szünet, szünet. Az a baj, hogyha nem ütöm a izét. Igen. Jó, ezt egy picit halkabbra veszem, mert nagyon furán van hangkeverve itt a boss fight. Elnézést érte. Hát én a nyomkereső vagyok, nem a Batman. Jó, jó lesz. Mindeközben pedig Vine. Nagyon szépen köszönöm a 8. hónapot, pörgessétek Vine-nak a hype-okat. Köszi, köszi. Szia Kiyoshi, hello bello. Jó, nem kell foglalkoznunk ezzel a fránya szóllal, ami ott van. Egy, két, há, másik pokon. Elmenekült. Másik pokon. Egy, két, há. Dodge. Dodge. Egy, két, há. Egy pokon. Két pokon. Á, nem jött be. Egy, két, há. Dodge. Egy, két. Egy pokon. Két pokon. Menekülök. Ez az. Na, így kell ezt csinálni, Dutch. Ez most hidd el. Haló?
Hashtag csal, hashtag csal. Megint hílelni fog. Mondom. Megbántani engem. És én is hílelek. Mondom, én is hílelek. Hello. Nem tudom, mi történik, de nagyon epikus jellegű. Jó, jó, na nyugi. Dodge! Ha-ha-ha-ha! Ez az, baby. Azt mi az Isten csinált, haló? Nagyon ronda vagy. Nullos, megdöglött. Vége, vége. Kiűztem a démont. Kiűztem a démont. A ház megtisztult. De szemétundorító. Dög. Nya. Kaptunk is 5000 pöntjöt. Oké. Okay. Hello, csaje. Dumcsizzunk. It is that... All that has happened. Hát, I don't know. Ez, erre tudok emlékezni. Gondolom ezzel megvan a pálya ezen szekciója, és akkor vissza tudunk menni ide a filozofer, tehát a bölcsélkedők hegyére. Filozófusok hegye? Inkább. Most mentés. Mentek, mentek. Csak meg kell nyomni az X-et. Royalis Garden. Uh-huh. Ott beszélgetünk a jánnyal. Jányom. Oké. Okay. Kiunlockoltuk a másik a HP-töltő opciót, ugye 3 HP-töltő opció van, ebből az egyik a flaska, amit én használok, van a nagyot hílel, de lassan, ez meg a gyors hílel keveset, azt hiszem. Úgyhogy ezek most már megvannak, választható opció, hogy melyiket szeretnénk hasnyálni, és hogyan. Na, azt mondja, hogy kéne szintjét lépni, ami természetesen hát... Ez itt a Plague Weapon, ott valamit lehet unlockolni. Bloodstorm. Oh. Látod, ott én vérvihar lesz. Tökéletes, nagyon jó. Ez pedig itt a talent rész, az most nem kell nekünk. Ez a potion rész, ugye itt van ez a 3 potion opció, amiről beszéltem. Igen, ebből 5 lett nálunk, ebből 4, mert ugye egyet itt már elupdateltem, ott van, hogy melyik mennyi HP-t húz föl, ugye ott van a Fast Recovery, vagy Fast Acting Potion, a 100-at gyógyít csak, ez 300-at, amit én használok, meg 250-et, úgyhogy igazából szerintem ez a General Potion, a csettintősdi, az teljesen jó nekünk. A jánynál kell szintet lépni, mint a legtöbb Souls játékban, ami tényleg From Software-es, ott mindig az van, hogy a jányhoz mész oda, és akkor mondod neki, mondja neked a lány, hogy touch my inner, mit tudjam én, micsoda. Igen, úgyhogy are you ready to recall? Nem, én rest menüt kérek szépen, tehát egy pihenő menüt. Igen, és akkor szeretnék a power
Power Poverovicsra adni. 19-es szinten elképesztő epikusságra tettem már szert. Azt mondja, unlock talent, egy újabb talent pontom van, ott szerintem rámegyek arra a stratégiára, hogy még lassabban hílelődjenek, és akkor több időm van lepofozni a HP-jukat. A Plague Weaponnél meg, hát... Hát ezt az előbb unlockoltam. Ja, ezt lehet fejleszteni. Excusez-moi. Oké, nagyon jó. És akkor that's all folks. Jó, és und jetzt, ugye, ahogy ezt a német mondja, most mi van? Touch the darkness within me, yes. De melyikben hogy van? Az egyikben a belső... Igen, van a touch the darkness within me. Az a... Az van a... Az melyikben van? Mert van a Bloodborne-ban, Bloodborne-ban a baba. Ott is valamit mond a baba, hogy valamit fogjál meg. A DS3-ban van, amit mond Hirx, a touch the darkness within me. Demon Souls-ba is az valami belső ízét kell megfogdosni a jányon. Mindegyiknél van valami, ha emlékeztek. Én már nem emlékszem a pontosan, csak tényleg mindig ez így feltűnt már, hogy mindig a csajoknál kell lizi szintet lépni. Ugye? Jó. Én nem tudom, nem játszottam Souls-like-kal, a lelki békém többet ér. Larifari. Hajime Chamchum. Oké, erre pedig, hát nincs semmi. Azt hitted mi, hogy nem veszem észre? This item is the product of alchemy, only those who sufficient understanding can interpret its meaning. Én mindent megértek. Mivel a Bloodborne kimaradt nekem, nem tudom ott mit mond. De nem emlékszel, hogy a Demon's Souls-ban mit mond a csaj, akinek ugye fagyú van leöntve a... két szemére. Jó, akkor gondolom a csajnál kell tovább dumcsiznunk, hogy mizu van, és akkor continue to recall. Aha, és akkor most már tudunk menni a Forestovicsba. 1/3, 1/2, és akkor most tudunk menni a Hermes, nem Forest, hanem Fortress. Mi lenne, ha megtanulnál olvasni lassan 36 évesen, te hülye streamer, te! Ja, innom kell. Tényleg szóljatok rám, hogy van fél órán meginni amúgy, basszus, ezt az egészet. Ennyit inni. Na ezt tudom, ki mondta, hogy Larifari. Ezt ki mondta? Én. Most. The fortress is Hermes military stronghold where two legions are stationed. The first of these are the Knights of Pure Blood, responsible for the security of the realm. The second is the Royal Guard, responsible for the security of the royal capital. Okay. Id. Én meg már majdnem mondtam, hogy a kódét kihagytad, jó? Jó. Ne fogd a fejed! Ne! Na! Hülye számtekes egyből! IDD. Melyik játékban volt ez a kód? Csak az ostorra jöttem, de már nincs. Tessék, ajándék. Na, hát akkor irány a Fortress. Na most vissza kell majd térni a többi pályára is, aki esetleg tudja? A Doom, azaz. Gyúm. Mármint, hogy ott láttam, hogy 1/3, 1/2, tehát ezek szerint ott lesznek ilyen még feladatok. Ott van egy ilyen lámpásion. Amúgy alapvetően az art stylja, meg így ahogy kinéz maga a játék, az így tetszik. Nyilván vannak ilyen textúra magok, meg ilyesmik, tehát hogy nyilván azért nem egy triple A a game, hogy nem muszáj. Köszi, Sin. De hogy tök jól megvan, az alapvető koncepció az tök jó, meg úgy egyben van a feeling. Na nézd meg, jön a József. Halt. Szóval, ja. Aki esetleg amúgy szeretné a játékot kipróbálni, azt hiszem kerek nagyjából ilyen 10 000 forint a game. És ha PSN próbáljátok ki, és van előfizetésetek, akkor van akció, ilyen 10% környéke, vagy nem tudom mennyi, azt mondja, 8000 valamennyire akciózódódik le.
a játék, úgyhogy ja. Olyan aranyosak ezek a smiley-k, ilyeneket én miért nem látok? Mármint melyiket? Látni, látod, vagy... Hát a height azt tudtad használni, szia Dóri amúgy. Mert ugye a követésbe nyomtad, a többit azt azért nem, mert az ugye a feliratkozáshoz van. Látni amúgy látod elvileg, nem tudom, hogy most telefonon, vagy... gépen vagy, vagy ilyesmi. Kicsit most így nem nagyon megy a beszéd, majd egyszer belejövök. Igen, azt mondja, ott mi van ott, ott? Ott kukucs? Semmi. Jó, hát akkor menjünk tovább. Jó napot kívánok, én vagyok az, megjöttem a Szabjámmal, mindenkit felszeletelek. Hí, ott van valaki. Szervusz! Na-na. Ouch! Halt, halt. Süsü, te itten lehelj rám. Beldúf. Ojaj. Hát ez nagyon, nagyon gonosz. Nézzed már valami 4-20 jellegű kinyújt a... hátából. Ez gonosz. Várjál, mert jött a bátyja. Az idősebb tesó. Hátulról. Mi a rosszabb művel ez a csávó? Haló? Ez nekem fáj, tessenek abba hagyni? Úgy. Pusztulj ki. Hát egy jó irányba támadás van. Fordítva ültünk a lovon. Sosem tudsz beszélni, nem fog megjönni. Timit nagyon rendszabályoznunk kell, ma Timi gyere ide. Úgy. Kukucs, nincs ott semmi, jó. Halott? Arra le lehet esni. Úristen, kicsit túl sok irányba lehet menni, kicsit elveszítettem a fonalat. Hello! Hello, én vagyok az, Martin vagyok. De miért kell egyből a piszkavassal jönni, de komolyan? Nem lehetne ezt barátilag megbeszélni egy sör mellett, vagy ilyesmi? Nem? Akkor megdög lesz, tesze. Úgy. Ja. Nézd meg, más streamert reklámoz a chatem. Melyik volt az? Ja, hogy a Timi, hogy hol van, honnan vette az emotikonokat? Hát minden csatornának megvannak a sajátjai. Amilyenk a legjobbak? Természetesen. Nem, mert úgy csomó nagyon jó van. Pukó! Onnan, mert jöttök ott. Ott. Ottan, onnan. Hello! Az meg ott lövöldözik. Au! Jó, ő halt. Na és akkor hogy kéne ezt előadni, hogy az a... szemétfejű ne bántson. Hoppá! Hoppá! Ja, le kéne esnem. Aha. Hát még mit nem? Jó, nézzünk a többi irányba. Szia Firka, azt mondja, ha várjál, mert itt egy konkrét regényt írtál itt harc közben, meg visszaemlékezés közben, hogy merre menjek, ez nem lesz egyszerű, de nyomom, azt mondja, hogy én csak haladtam előre folyamat, most a következő pálya bossnál vagyok 10-es minden, és nem ad skillpontot, hiába fejlődtem a 8-as szintről, de még nem tudtam legyőzni, aztán meg a fő boss jön, aztán újra lehet jönni a new game-be, nehezebb lesz, vagy valami. Jó kérdés, nem tudom, mert még én is most játszom először ezzel a játékkal, úgyhogy nem tudom, hogy ha majd megcsinálod a főboszt, lehet-e new game-ezni, vagy van-e benne ilyen opció, illetve azt sem tudom, hogy minek a mi alapján osztja a talent pontokat. Tehát, hogy oké, hogy szintet lépsz, hogy azért mennyi pont jár, meg ilyesmi, tehát, hogy lehet, hogy az nem tudom, mennyire lehet kimaxolni, hogy mindent kifejlesz, vagy az csak new game pluszba, vagy ilyesmi, tehát ez nem tudok erre sajnos választ adni neked. De hajrá a főbosszal, meg hát a pályabosszal is, vagy mivel, ahol éppen jársz, tündérhapci. Azt mondja, igen. My son has taken a blessing of pure blood. Uh-huh.
Blessing of pure blood. Aha, megitatták vele a vért, érted? Azt az a blessing. Normális. Te következő lépés mi lesz, a piócás ember? Na most pályastruktúra ügyileg. Mondanám, hogy tudom, hogy hol vagyunk, de az hazugság volna. De menjünk erre. Nos, lehet, hogy ez a pálya legeleje. Rohadt életbe vissza az egész. Nem baj, nem baj. Tettünk egy kört, hogy ne nézzenek vának, ugye? Na menjünk itt föl. Hát ott többen fognak várni Hirks, ha odamész, ahol Timi van. A kutyákat is hozzá kell számolni. Hát ott egy komplett falka van. Ne nézd meg, ott van fent valaki. És hogy megyek én oda föl? Volt valahol egy létre, mi? Csak olyan vak vagyok, mint két másik. Mint az öregeknek, föl kéne vennem ilyen szemüveget. Ott a létre, nem. Ott a létre, tényleg ott a létre, de az majd a shortcut, hogyha feljutottam, ez meg zárva van, jó? Jó. Hát akkor itt leesünk, ahol a lövöldözős csóka van. Most nem tudok jobban. Hűha, na várjál. Uram, uram, kérem, kérem. Ide jöjjön, itt van a rendelés. Nem van. De nem ezt nyomtam. Csak. Jaj. Hát hogy a néni két ballába szállna, hát komolyan. Áú! Jó, ez pusztult. Mindjárt én is pusztulok, ezt így folytatom. Egy heal. Atyagoló jövendbe. Júj! Most kéne egy pofon neki. Ez az, megvan. Semmi pánik. Nem tudom, igazából nem érzem, hogy bármi is hiányozna, és ne lehessen legyőzni, szóval nem érzem, hogy vissza kéne mennem farmolni bármit is. Hát itt a fegyvereket lehet, ugye ezeket a plague fegyvereket farmolni. Ugye kristályt kapsz minden egyes... Tehát random, hogy ugye dobnak az enemik ilyen kristályt, amivel tudod fejleszteni ezt a plague fegyvert. Ugye azt lehet adott esetben farmolni. Jó, az egyikhez kulcs kell, a másik meg a másik oldalról nyílik. Jellemző. De most arra át kéne futni. Nincs ilyen leesési? De nagyon rossz. De van leesési, csak én esek le a kivégzés végrehajtása közben. Semmi gond, itt egy szék. Abszolút tudatosan csináltam. Tudtam, csak nem sejtettem, ugye ez annak a tipikus esete. Szóval itt a plague fegyvereknél lehet a fejlesztést nyomatni orvérzésig. Na jó, nem orvérzésig, de hát ugye itt lehet azért mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 szintet nyomni egy-egy fegyveren. Úgyhogy azokkal el lehet azért ütni az időt. Szia Wolf Laca, mi a helyzet? Ciao. Úgyis mondhatnánk, hogy hello. Itt nincs ajtó. Arra lehet menni? Itt a létre, oké. És arra mi van? Az űr. Fül. Nem kellett volna leülni, resztelni, ugye? Ez most ugyanaz a csávó, akit az előbb megöltem. És megint a kivégzésen leesek? Nem estem le. Nagyon jó, csak itt van megint újra az, akit az... Ajajajajajaj, a manóban nem baj, megvan a... Gyere, gyará! Gyará! Nem tudom, mi történik. Wolf Laca, nagyon szépen köszönöm a Necronnak ajándékozott szubot. Pörögjenek a hype-ok. Üdv a szubok között. Necro. Köszi Wolf Laca. Jaj! De a chatre figyelj, mert itt közben hát a véredet veszik szó szerint. Jaj,
tud. Csávét kellene. Úgy, ez is meghalt, azt vitte a pest is. Így. És akkor, hogy mi? Ja, itt a létre, yes. This one. Erre akartunk menni. Hol van az a hype tsunami chat? Gyerünk, nyomjátok, nyomjátok. Neki mailed a chatet. Szevasz! Yes, is a Wolf Laca! Hát nagyon szépen köszönöm a önöd magad 28. hónapját. Itt előbb ajándékozol, aztán izé a sajátot. Hát elképesztő önzetlenség. Köszönöm szépen a 28 hónap tier 2-t. Wow. Wow, tehát wow. És szia, Enci. Mi is Enci? Hogyi vagyi. Szia, Péter. Zuty! Zuty! Itt nem tudunk átmenni. Oké, ott volt egy létre a túloldalon. Hogy pörgetnek? Hogy pörgetik? Hogy pörgetik? Gyönyörű! Hát Timi még bugizik is, oda néz, hogy rázza a hátsóját. Nyomja a riszálom így is, úgy is. Kiváló. Na itt van az IS csávó, igaz? Ott a paraszt. Hello! Hát ez felpofosztam. Hát ez megtudtam, mi az Úristen. Hogyan? Hogyan lehetséges ez? Így is van, így is van. Ma kiakadtam, és még csak kedv van. Mármint a munkahelyre, valakire, a... Sorolhatnám. Jaj, Timi, nem kell itt a szerénykedés, jó? Meg ezek a negatív gondolatok. Tessék pozitív van gondolkodni, ez mindenkire igaz. De nincs kedvem korán felkelni. Nem szóltok, hogy igyam a ízű teát, várj, állj, stop, innom kell, mert nem ihatok 8 után. Én már tegnap nyom... Mi vagy te? A tea vagy mi? Hogy izé kiborultak? Itt a Billy. Mindenki ki van borulva. Gyerekek, jól indul a hét. Figyelj, tehát... Kösz, hírksz. Jaj. Na jó, oké, okay, ezt most nem olvasom el, mert biztos nagyon fontos információ. Azt mondja, mix together very... Jó, igen, össze lehet mixelni a cuccost, nagyon jó. Menjünk itt föl. Mindig ezek a negatív hullámok. Hát ez az. Hát ez az. Nem, nyilván van, amikor nehezebb a szitu, van, amikor gördülékenyebben mennek a dolgok. Ott például azt hogy veszem fül? Ilyen kérdések is elhangoznak. Aha, majd onnan le kell esni, hogy azt fölvehessem. Jó, akkor ahhoz viszont föl kell menni. Elképesztő logika. Tehát ilyen IQ fejtéseket azért nem mindenhol láttok. Tehát megéri itt lenni. Munkahely egyszerűen borzalmas, megint mínusz két ember lesz, és megint túlóra hátán. Jesus, hát kitartást. Ez jó, mínusz emberbe. Olyankor így pipilni sincs idő elmenni, mi? Vagy nem is az, hanem, hogy nincs szünnap. Inkább az a nagyobb probléma, gondolom. Kitartást, kitartást. Hát két ember munkája, az úgy is van. Bírja a munkavállaló. Nyilván. Zuty. Én azt hittem, hogy erre lehet tovább menni. Na most ez egy lovagnak a feljegyzése, nagyon jó. The Hermes Kingdom can stand firm during the epidemic and even send aid to neighboring kingdoms. Is the greatest proof of its strength and power. Power. Jó. Tehát most mondom nektek, hogy merre kell menni, mert hát természetesen én, mint streamer, tudom. Tehát, hogy igen.
igen, itt most akkor én itt visszaugrok le, és akkor fogalmam sincs amúgy. Jajjaj. De valahol nem le kéne esni oda, hogy ki lehessen nyitni valami ajtót, vagy én nem tudom mi van. De nem is fizeti ki a cég, na, hát akkor meg elmehet a cég a anukájába. Lent van a... Nekem is holnap lesz az utolsó melóm a napom a melóba, új helyre megyek. Ó, hát de ha már megvan az új hely, akkor az királyságosságosság. Akkor egyrészt grat az új helyhez, másrészt meg kitartás az utolsó melóra. Hát, ha már nem lesz semmi izé, meg hozé. Na, ezt jól megfogalmaztam, de érted, mire gondolok. Itt kell menni. Tévedtem. De ez már totális visszamenetel. Chat, valaki tudja, hogy merre van az arra? Láttátok az útat, amit meg kéne találnunk? Itt megyünk föl. Na jó, akkor leugrok. Vagy. Szóval ott van az az ajtó, az nem fog kinyílni, mert a másik oldalról kell. Jaj, de várjál, hát nem oda estem le. Az nem az a szék, amit beaktiváltam. Nem, mert ott nem úgy világít a szék. Aha, az egy másik, az egy úgymond harmadik szék, ami még nincs meg. Oké. Okay. Mert hogy erre jöttünk visszafele, és ugye itt lent, vagy itt leesve van a szék. Viszont hogyha itt átmegyek. Hoppá, jobb, 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 jobb! Láttalak, te szemét, Lada. Jó, meghalt, meghalt. Természetesen előre. Köszönöm szépen. Maybe this way? Maybe not? Ott a létra! Nagyon jó. Ahogy elnézem, én vagyok az egyetlen, aki szereti a munkáját, írja Carmen from Tata. No! Én is szeretem a munkámat. Bár néha... Néha a munkatársaimat. De ezt nem mondjátok el nekik. Néha az ember asztalt fejjel, de hát ez már csak így van szerintem videóban. Ott volt egy József. Ott több is volt, bocsánat. Azt milyen kanyarba ütöttél meg, csókolva? Ja, ide nem kellett volna most. Jó, tudom, hol vagyunk. Oké, ez visszafelé ment volna. No. Itt megyünk föl vissza. Én is tudod, de a bárányok hallgatnak. A boldogságom ti vagytok, meg ez a csodás stream. Ó, hát dobjátok a szívecskéket Encinek, gyerekek. Tudjátok mit? Legyen egy ilyen szívspam, így mindenkinek, akinek így energiára van szüksége, az most így egy kicsit így érezze, hogy itt otthon van és szeretetek van. Várjál meg, engem meg amúgy meg akarnak bántani, de hogy... Most így, tudom, hogy több mindenkinek is nehéz szitu van. Én gondoltam, hogy most megszeretjük egymást, jó? Menjen, én kezdem, ott így nyomom. Várjál meg, amúgy közben lenyilaznak, de ezt ne foglalkozzatok vele, az most így mellékeljük, mert a stream előtt Péter, köszi. Úgy, hogy nem stream a szív, na, az, köszi Carmen, ez az. Menni fog mindenkinek. You can do it. És háttérben indul a I will survive. Vagy valami hasonló. Szép. Fortress number one. Jó. Oké, okay, ezt is megtaláltam. Itt a teát. Köszönöm szépen. Köszi. Úristen, aztán majd biológiai szünetet kell tartani, ennyit inni egyszerre. Itt a létra. Tátra te a legalább, de hogy is, ilyen aloe verás ebres tea. Üdvözlöm, kedves János! Mire fel az agresszivitás? Várjátok, a healer nem kell. Hát de mögötted voltam. Hogy az a rohadt élet.
Ez doncsol ez a csávó. Meg bánt. Bánt. Segítség. Pont nem ez a támadás kellett volna. Nem jött be a Peri. Katie Peri. Kéne egy HP töltés. Micsoda nagy fájtok vannak itt, kérem szépen. Ennek nem találom el a timingját, igaz? Jújjúj! Nugi, Nugi, nem tudom melyik volt, várj egy picit. Na most. Volt Laca, nagyon szépen köszönöm a KB Juniornak ajándékozott szubot. Pörögjenek a hype-ok, köszi szépen a támogatást. Na, meghalt, meghalt, és megkaptunk egy kulcsot valami, valahova. Ki itú, mit tudjam én, micsoda. Szóval azért jöttünk ide föl, hogy azt megszerezzük. Világos. Úgy-úgy, nagyon szép a emóta cunami. Úgyis mondhatnánk, hogy csodálatos.